Megkezdődtek a Széchenyis diáknapok Győrben. Az idei évben közel 4000 első éves hallgató kezdheti meg tanulmányát az intézményben. A három napig tartó rendezvénysorozat sikeres lebonyolításáért közel 140 felsőbb éves diák dolgozik. A gólyatábor első napja igencsak eseménydús volt. Délelőtt az újonnan érkezett diákok elfoglalták a kollégiumi szálláshelyéket, majd következhetett az ismerkedés a várossal. Budapestről jöttem, és ott születtem, de családom kolozsvári, és a Borsos Miklós szobrászmester is itt él sokat, és ezért is szerettem meg Győrt, mert sokat jártam erre, és nagyon tetszett a belváros. Miért választottad a Széchenyi Egyetemet? Igazából nagyon sok jót hallottam róla, és úgy tudom, hogy ennek a egyetemnek is nagyon, nagyon nagy hagyományai vannak. Én személy szerint jogász szakot választottam, és tudomásom szerint nagyon jó oktatók jönnek erre az egyetemre, a jogász szakra, meg más szakra is, de személy szerint ez az a szak, ami engem nagyon megfogott, mert egy humán jelen vagyok, és engem ez az ambícióm, hogy jogász legyek. Azért választottam a Széchenyit, mivel az eddigi tanulmányaimat is itt Győrbe végeztem, illetve ez a szak nagyon szimpatikus volt, meg már 6 éve végül is ezt tanulom, mert középiskolában is kereskedelem marketinget tanultam, és itt is azt a szakot jelöltem meg, és szerencsére sikeresen felvettek, úgyhogy nagyon örülök, és most itt vagyok, és bulizunk. Pontban este 8 órakor a résztvevők dr. Somonyi Tivadar alpolgármester hagyományos köszöntőjét hallgathatták meg a Széchenyi téren. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi egyetemistánk van, hogy a Széchenyi Egyetem közel 4000 új gólyával kezdi az év folyamot, és én pedig személy szerint hadd gratuláljak mindenkinek, aki ide került. A városvezető szavai után az egyetem rektorhelyettese dr. Kardos Károly köszöntötte a gólyákat. A rektor úr nevében és az egyetem vezetése nevében köszöntöm önöket. Én azt hiszem, hogy ez a film jó hangulatot adott, Győr valóban szeretettel fogja fogadni hallgatóinkat. A beszédek után a sötétedés beálltával a Retro School Band lépett színpadra és szórakoztatta zenéjével a nagy érdemüt.